Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt államtitkár úr. A miniszterelnök úr nemrég Indiában ugye azt állította, hogy 4-5 év múlva a legalacsonyabb áron lesz kapható Magyarországon az elektromos áram az egész Unióban. Persze ennek az a feltétele, hogy ő kormányon maradjon, és az atomkapacitásokat ez az ország növelni tudja. Ez a viselkedés, ezek a mondatok az iskola példája annak, ahogy az Orbán kormány viszonyul a magyar lakossághoz, amikor atomügyben kommunikál. Ez az információk visszatartására és a hazugságokra épül. Világosan tudjuk többen, hogy nagyon sok dokumentumot kellett már perelni különböző időszakokban azért, hogy a legalapvetőbb információkhoz hozzájussanak a civilek és a szakértők a magyar atom problémákkal kapcsolatban. Emlékszünk mindannyian a Gyurcsányék által megrendelt 40 milliós Esplanád Kft. Által készített copy-paste tanulmányra, amit most az önök idejében sikerült már végre az MVM-től kinyerni, de ez mindez azt mutatja, hogy önök, ha atomról van szó, akkor képtelnek az igazságot elmondani. Ugyanis, hogyha az igazsághoz ragaszkodnának, akkor azt kellene mondaniuk, hogy önök atomerőműveket fognak építeni, mégpedig azért, mert a Fidesz hódudvarában már sokan nagyon vágynak azokra a zsíros falatokra, amik a 3-4 ezer milliárdos beruházásból csúrannak, csöppennek, úgy feltehetően a közgépféle társaságnak, mint az Éliosznak. Na most, tisztelt államtitkár úr, ha atomot akarnak, akkor ne arra kérem önöket, hogy mondják meg az igazat. Mondják meg az igazat, hogy a Fidesz el fogja ezt az országot adósítani, mert egész egyszerűen nincs annyi pénz ebben az országban, hogy ezt a 3-4 ezer milliárd forintot kifizessük. Vagy mire készülnek önök pontosan ezzel kapcsolatban? De már 10 éve szoktuk ezt a viselkedést, hiszen 10 éve volt az, hogy amikor a 2003-as a magyar nukleáris ipar történetében előfordult legnagyobb baleset történt, ahogy gyakorlatilag önök alapvető információkat hallgattak el előlünk, és a mai napig ezt teszik. Pontosan ebben az országban senki nem tudja, hogy mennyibe került ez az üzemzavar ennek az országnak. Tisztelt államtitkár úr, ezért én tényszerűen kérek tájékoztatást most arról, hogy a 2003-as nukleáris üzemzavar mennyibe került Magyarországnak. Egyrészt szeretném tudni azt, hogy a Pakson a baleset miatt pontosan mekkora volt a költség, ami keletkezett, ebből az üzemzavar ezért kifelelős, és pontosan szeretném tudni, hogy a Framatom mennyit fizetett ebből, és mennyit a biztosító. Legyen szíves, ne próbáljon mindenféle üzleti titkok mögé bújni. Tudom azt, hogy ellenzék oldalról már voltak kérdések, és önök azt válaszolták, hogy ezek a költségek, ezek az üzleti titok kategóriába esnek. Na most, hogyha önök védeni szeretnék a francia atommultinak az érdekeit, akkor ez egy dolog, de akkor vallják be. De hogyha itt arról van szó, hogy a magyar költségvetésnek joga, magyar költségvetés fizetett ebből az összegből, akkor mondják meg, hogy az mennyi volt. Nagyon fontos azt látni, tisztelt államtitkár úr, hogy azt is látni kell, hogy ki és mennyiben felelős ezért az üzemzavarért. Pontosan látnunk kell azt, hogy ki terhel ezért felelősség. Tehát egyrészt szeretném tudni, hogy ez mennyibe került a magyar költségvetésnek, mennyit fizetett ebből egy atommulti, mennyit fizetett ebből a biztosító, és szeretném tudni, hogy ki felelős azért, hogy 2003-ban egy ekkora baleset történt Pakson. Köszönöm szépen. Az interpellációs kérdésre Fónagy János államtitkár úr válaszol. Köszönöm, elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselőasszony, kérem nyugodjon meg. Minden racionális és megválaszolható kérdésére választ fog kapni. Tisztelt képviselőasszony, a Paksi atomerőműben 2003-ban történt eseménnyel kapcsolatos felelősséget teljes egészében a Framatom viselte. A kártérítési és biztosítási összegek együttesen fedezték mind a helyreállítás, mind a lokalizáció, mind a visszaindítás költségeit. A magyar költségvetést és ezen keresztül a magyar adófizetőket ebből az egyébként valóban sajnálatos balesetből egyetlen egy fillér hátrány nem érte. Ami az összegeket illeti, nem az üzleti titok mögé bújunk, hanem a jogszabályokat tartjuk be. Mi egy konzervatív párt vagyunk, mi úgy gondoljuk, hogy a magyar köztársaság törvényeit be kell tartani, és ahol szerződéses kötelezettség minket titoktartásra kötelez, ott ezt a titoktartási kötelezettséget megtartjuk. Amennyiben önök ennek a feloldását kérik, akkor kérem, hogy az erre illetékes bíróságtól kérjék, és amennyiben a bíróság számunkra ezt engedélyezni fogja, úgy természetesen ezeket az adatokat mi, illetve az, akinek birtokában van, a cég rendelkezésre fogja bocsájtani. Nem, hogy a magyar adófizetőket nem terhelt ezek a költségek,
hanem a történtekkel összefüggésben egyetlen fillér állami támogatást nem fizettünk ki, és ilyet senki nem kapott, és az atomerőmű által megtermelt áram árában és a fogyasztói árban sem történt ezért változás. Fontos, mert logikailag lehet, hogy akkor nem a költségvetés, hanem az áramdíjon keresztül, de nem, ott sem történt erre tekintettel változás. Tisztelt képviselőasszony, én tudom, hogy az atom erőművekkel kapcsolatos megítélés az hit kérdése. Van, aki hisz benne, és van, aki nem hisz. Irracionális kérdésekre nagyon nehéz racionális választ adni. Ön nem áll egyedül ezzel, hogy nem kedveli, és vagy nem bízik az atomenergiában. Európában vannak olyan államok, akik az ön nézetét vallják. Magyarország jelenleg, és ebben évtizeden keresztül konszenzus volt a parlament pártjai között, úgy gondolja, hogy a mai is Magyarország villamos energiájának mintegy 40%-át a többihez képest messze a legolcsóbb áron biztosító paksi atomerőmű, az megállja a helyét, és ilyetén az atomenergiának magyar energiaellátásban a jövőben is szerepe van. Ismerjük az ezzel kapcsolatos számításokat, tudjuk, hogy más egy már megtérült atomerőműnek a napi költsége, és más egy új fejlesztés, csak kérem ennél az összevetésnél ne hagyják figyelmen kívül, hogy más egyéb energiaforrásnak is vannak beruházási költségei, másút is egy új létesítmény az értékcsökkenési leírás miatt óhatatlanul többe kerül, mint egy régi. Ez nem az energiaféleségtől, hanem a dolog gazdasági szerepétől függ. Mind ezzel együtt meggyőződésem, személyes meggyőződésem is, hogy a hosszú távon fenntartható, környezetbarát nukleáris energiára biztos fontos szerep hárul mind az ország energiaellátása, mind a széndioxid kibocsátás csökkentése területén. Köszönöm a türelmét, elnök úr. Köszönöm szépen, államtitkár úr. Kérdezem képviselőasszonyt, elfogadja az államtitkári választ? Tisztelt államtitkár úr, én azt egyáltalán nem tartom irracionális kérdésnek, hogy mennyivel került egy üzemi baleset, egy nukleáris üzemi baleset ennek az országnak. Ráadásul mielőtt megnyugodnék, azért azt szeretném tisztázni, hogy a mai napig Magyarország területén vannak azok a sérült elemek, amik ebben a nukleáris balesetben keletkeztek. Tehát mielőtt még itt nagyon megnyugtatná a magyar lakosságot, azt is mondja el neki, hogy konkrétan nem történt meg a kár maradéktalan helyreállítása. Az nagyon szép és dicső dolog, hogy ő megpróbál környezetbarát nukleáris energiáról értekezni, de ilyen sajnos egyáltalán nincsen. Kormányok óta szenvedi meg ez az ország azt, hogy képtelenek a hidegháború szemléletből elmozdulni, és egy 21. századi energiastratégiát előállítani ennek az ország számára. Önöknek egyszerűen nem tűnik fel az, hogy egész Európa nem azért megy ellentétes irányba, mert ott nem tudom, ott nekik éppen olyan hangulatuk van, hanem azért, mert az a racionális és az a megbízható. Önök, ha itt még atomenergia kapacitás bővítést terveznek, akkor nem számolnak azzal, hogy minimum háromszoros lesz az ár, a villamosenergia ár a mostani paksi áramhoz képest, és kétszerese lesz maga az energiának köszönöm a költsége. Szépen. Ez is hozzájárul ehhez a folyamathoz. Köszönöm szépen. Úgy értelmezem, hogy nem fogadta el az államtitkári választ, ezért megkérdezem az országgyűlést, elfogadja az államtitkári választ. Kérem, szavazzanak! Kimondom a határozatot, az országgyűlés az államtitkári választ 229 igen szavazattal, 11 ellenében, 13 tartózkodással elfogadta. Tisztelt országgyűlés, Gulyás Gergely, a Fidesz